Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere. Üdvözlöm polgármester urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket, köszönöm szépen a meghívást. Nemrégiben került megtartásra a soron következő testületi ülés, melyek voltak a testületi ülés főbb napirendi pontjai. Ugye elsősorban a jogszabályoknak való megfelelés miatt azok a napi rendek kerültek megtárgyalásra, amelyek egyébként is a normális ütemben ebben a hónapban kerülnek mindig napi rendre, különböző szabályzatoknak a módosítása, amely nyilván az országos rendeleteknek kell, hogy megfelelje, illetve a követő időszaknak az előkészítései, tehát különböző térítési díjak, intézményi szabályzatok elfogadása, intézményvezetői megbízás, és tényleg azt gondolom, hogy azok a kérdések, amelyek ebben az időszakban mindig előjönnek, illetve hát volt egy olyan fontosabb napirend is, gondolom, ez majd kérdésként föl fog merülni, amely ugye egy kicsit különleges, de mindenképpen a jövőt készíti elő. Így van, ahogy polgármester úr is említette, a javaslat Karcagváros közigazgatási területére vonatkozó egységes vízkorlátozási terv elfogadására. Mit is jelent ez pontosan, és kiket érint? Ugye látjuk azt, hogy nem csak Karcagon, nem csak országosan, hanem nemzetközi szinten is óriási problémát jelent a megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz biztosítása. Ugye elsősorban az önkormányzatnak és a vele kapcsolatban lévő szolgáltatónak az a feladata, hogy a lakossági vízigényeket, az ivóvíz igényeket mindig és minden körülmények között tudja biztosítani. Látjuk azokat az extrém időjárási körülményeket, amelyek bekövetkeztek az elmúlt időszakban is. Tehát fönnáll annak a veszélye, hogy esetleg az ivóvíz ellátás valamilyen veszélybe kerül. Ennek a veszélynek a megoldását kell ugye kezelni először szabályzati szinten, és remélem, hogy csak szabályzati szinten, és nem kell majd bevezetésre kerüljön az abban leírtak. Ugye prioritást élvez, ahogy mondtam, a lakossági ivóvíz biztosítása. Emiatt, ha szükséges, akkor különböző intézkedéseket kell bevezetni, úgy mint locsolási tilalom, esetleg a fürdőnek a nyers vizét, azt a hideg vizet, amelyet a fürdő vizének a hűtésére használunk, azt esetleg egy picit korlátozni, és ez jelenthet akár gondot a locsolásban, tehát a háztartásokban, vagy akár a fürdő nyitvatartásában, de a legfontosabb az, hogy a lakossági ivóvíz biztosítva legyen. Én azért azt gondolom, hogy nem lesz szükség arra, hogy bevezetésre kerüljön akármilyen szigorítás, de a lehetőségre föl kell készülni, emiatt ugye terveznünk kell a jövőt, meg kell egyeznünk azokban a sarokpontokban a szolgáltató TRV-vel, hogy ha mégis, akkor ez milyen formában, milyen hírközlési eszközökön keresztül, milyen időintervallumban és hogyan kerül bevezetésre. Úgyhogy ez egy felkészülés, de mindenképpen szükséges a jövő tervezése szempontjából. Hogyan haladnak a város beruházásai, fejlesztései, hiszen épületek nőnek ki a földből, elég, hogy Havasút utca környékére gondolunk, és hát ugye a milánói pavilon is már szinte készen áll. Ugye többször elmondtam, hogy a város szinte minden pontján van valamilyen fajta fejlesztés. Ezek a fejlesztések elsősorban ütemezett fejlesztések, és nem is mindig tőlünk függ az, hogy milyen időrendben tudjuk kezdeni. Nyilván időjárás és sok minden befolyásolja ezeknek a beruházásoknak a befejezését. Azok a nagy beruházások, amelyeket elkezdtünk, vagy a milánói pavilon, vagy a hozzá kapcsolódó területnek a rendbetétele, abban az ütemben haladnak, ahogy ezt előzetesen elterveztük. A sportpálya, sportkomplexumnak a fejlesztése a megfelelő ütemben zajlik. Az említett Széchenyi sugárúti és a vasútút sarkán lévő bölcsödének az építése a megfelelő ütemben zajlik. És ugye látványos, hiszen azt gondolom, hogy mindenki, aki közlekedik, az találkozik valami fajta útlezárással a katolikus városrész környékén. A szennyvízhálózat, illetve a csapadékvíz elvezetés,
fejlesztése, de hát nyilván a szennyvíz hálózathoz is hozzá kellett kezdenünk, hiszen lakossági igények merültek föl, és ezek a bekötések is ugye folyamatosan zajlanak a Virág utcán, vagy a Petőfi út, Széchenyi Sugár út kereszteződésében is kezdődnek, illetve folytatódnak a továbbiakban is, hiszen aláírtuk ezeket a szerződéseket is. Úgyhogy azok, amelyek zárt területen belül zajlanak, hogy a milánói pavilon, a sportpálya, vagy a bölcsőde építése, azok viszonylag egyszerűbbek. Azok, amelyek hogy a város közterületein zajlanak, azért sokkal bonyolultabbak, hiszen egyrészt a forgalmat biztosítani kell, másrészt az ott lakóknak a közlekedését meg kell oldani. És én nagyon köszönöm azt a türelmet a városban, ezeken a területeken élőktől, akik azért nap mint nap találkoznak vele, hiszen gyorsan kell haladnunk, sajnos az időjárás sem fogad mindig a kegyeiben bennünket, viszont a pályázatnak határidőre el kell készülni, tehát arra kell készülnünk, hogy december végéig el kell végeznünk azokat a szükséges munkálatokat. Szeretnénk megnyugtatni mindenkit, vissza lesz állítva az az eredeti állapot, ugye, ami elsősorban a járdákat, kapubeállókat, bejáratokat kell, hogy érintse. Vissza fogjuk állítani, egy kis türelmet kérünk, nem lehet egy ekkora területet minden szinten egyszerre megvalósítani, tehát ütemezni kell, először a csapadékvízelvezető árkoknak kell elkészülnie, és majd utána jön a helyreállítási munka. Ugye láttuk a toronyháznál is, hogy nem csak a helyreállítás, tehát magának a csőnek a cseréje az, ami időbe kerül, hanem amikor be van töltve a terület, annak ülepednie kell, meg kell, hogy állapodjon, és utána célszerű rátenni az aszfaltot, különben úgy járunk, mint nagyon sok helyen, hogy akkor az aszfalt süllyed meg, és utána újra föl kell vágni, újra kell tömöríteni, újra kell aszfaltozni. Ezeket a munkálatokat egy lépcsőben szeretnénk megtenni, tehát egy picit várni kell, hogy ez a természetes talaj ülepedés, tömörödés megtörténjen, és utána hosszú távon jelent megoldást. Úgyhogy nagyon sok helyen zajlanak munkálatok, és én még egyszer csak megköszönni tudom mind a kivitelezőknek az odafigyelést, mind pedig a lakosságnak a türelmet és az egészhez való hozzáállást. Ugye zajlanak olyan pályázataink, amelyek rendezvényeket érintenek, illetve már lezárt pályázatoknak a utóélete, hogy úgy mondjam, hiszen a hulladékgazdálkodási pályázatunk ugye elkészült, a válogató csarnok átadásra került, de az a fajta program, amely a szemléletváltás, szemlélet egy kicsit átformálását jelenti, ezek a rajzpályázatok és a különböző nyitott napok, ezek most zajlanak, és nagyon sokan érdeklődnek, úgyhogy nagy örömünkre szolgál az, hogy ilyen aktívan részt vesznek a városból nagyon sokan. És hát nyilván a rendezvények, amelyek egész évben találkoztunk vele, nem értek véget, mint ahogy az év sem ért véget, tehát még nagyon sok kellemes meglepetés várja majd a karcagiakat. És térjünk is rá ezekre a kellemes meglepetésekre, hiszen tényleg közeledik már rohamosan az advent időszaka. Milyen különlegességekkel, érdekességekkel készülnek akár programok, akár egyéb tekintetében a város, és akár a térség lakói számára is? Ugye nehéz volt a Covid időszakot átvészelni, hiszen különböző bezárások miatt nem volt lehetőség nagyobb rendezvények megtartására, nyilván kisebbekre sem. Utána pedig a gazdasági válság okozta problémák, az orosz-ukrán háború, az elszálló üzemanyagárak azért egy picit fékezésre intettek bennünket is, tehát például tavaly nem volt fölkapcsolva nagyon sok helyen a városi díszkivilágítás, idén erre már most lesz lehetőségünk, tehát keressük azokat a lehetőségeket, hogy hol tudunk tovább bővülni, vagy az elhasználódottakat cserélni, hiszen közel 8 éve kerültek fel ezek a fényfüzérek, tehát ahhoz szükséges, ott cseréljük. És hát az első adventi napon mindenképpen szeretnénk felgyújtani újra teljes egészében a meglévő adventi fényeket. Készülünk a Korcsolya pályával is, hiszen tavaly azt gondolom, hogy nagy megelégedésére szolgált mindenkinek, és nagy örömmel használták fiatalok és idősebbek is a Korcsolya pályát. Most egy kicsit nagyobb pályát sikerül felépítenünk a Városháza előtt.
Úgyhogy újra várunk mindenkit, egy kicsit hosszabb időszak is lesz, hiszen elsősorban ugye tavaly a januári időszak volt az, amikor állt a pálya többségében, most már a decemberi hónap is teljes egészében rendelkezésére fog állni mindenkinek. Ha minden jól megy, akkor november 25-től egészen január 10-ig lehet majd használni a Korcsolya pályát, ahol különböző programokkal is várjuk majd a résztvevőket, hiszen az adventi gyertyagyújtások mind-mind a pálya körül kerülnek majd megszervezésre, mint ahogy a Mikulás várása, illetve azok a adventhez kapcsolódó rendezvények, és itt egészen a nóta műsoroktól kezdve a gyermekeknek szóló különböző programokig szervezi a Kulturális Központ a különböző programokat. Úgyhogy nagyon sok, nagyon színes adventi program kerül megrendezésre ebben az évben, amelyre várunk mindenkit szeretettel. Lesz-e idén, és hol fog elhelyezkedni város fenyőfája, karácsonyfája? Igen, egy teljesen új elképzelést vázoltunk föl, hiszen látjuk azt, és gondolom, hogy mindenki érzékeli, hogy sajnálatos módon az örökzöldek, a tűlevelük, a fenyők, különböző tuja fajták nem igazán bírják az éghajlati viszonyokat. Már a tavalyi évben is nagyon nehezen találtunk olyan fenyőt, amely méltó egy városi központi fenyő fölállítására. Ezért egy fenyőkúpot szerzett be gyakorlatilag az önkormányzat, ez kerül majd fölállításra a Városháza elé. Reményeim szerint egy nagyon szép és nagyon látványos központi eleme lesz majd ennek az egész Korcsolya pályának és az adventi területnek. Nyilván várjuk azokat a jelentkezőket, árusokat is, akik szeretnének kapcsolódni. Szerintem a Kulturális Központban tudnak jelentkezni, és akkor reményeim szerint nem csak Korcsolya pálya, fenyő, díszek és kivilágítás, hanem árusítási lehetőség is kínálkozik majd a karcagiaknak. Igazi hangulatos adventi időszak vár akkor a lakosokra. Reméljük. Polgármester úr, köszönöm az interjút. Nagyon szívesen, én is köszönöm, viszontlátásra.